második megfigyelési szempontnak annak kell lenni, amikor azt csináljuk fejben, hogy megnézzük azt, hogy mondjuk egy ilyen sötét háromszögön belül, ezen az irányon belül milyen más egyszínű formák vannak még. Most ezeket az egyszínű formákat akkor fogod jól észrevenni, hogyha így hunyorogva nézed a képet, mert olyankor kicsit elhomályosul a látás, és jobban kibontakoznak ezek az egyszínű formák. Tehát ez a hunyorgás, ez nagyon fontos, hogy meglásd a formákat. Tanfolyamon mindig viccesen szoktam mondani, hogy előnyben van az, aki szemüveges, mert hogyha leveszed a szemüvegedet, akkor pont olyan homályosan fogsz látni, hogy ezeket az egyszínű formákat észreved. Na most, aki meg nem szemüveges és jól lát, az mindenképpen hunyorogva nézze a képet, és akkor fognak jól látszani ezek a formák. És megmutatom, hogy mire gondolok. Most ezen a háromszögön belül kezdem el nézni az egyszínű formákat, és ugye hunyorogva nézem, sőt egy kicsit így távolabbról is, akkor azt látom, hogy van itt egy olyan forma. Ez a legsötétebb forma, az egész háromszögön belül ez. Ez egy egybefüggő sötét terület. Most ez az egybefüggő sötét terület, ez nem jelenti azt, hogy ezen a sötét formán belül ne lennének világosabb területek, vagy ne jelenteni azt, hogy ezen belül van még egy még sötétebb terület, amit ez a háromszög ez. És ugye itt van ez a teteje. Ez a forma egy kicsit világosabb. De hogyha összességében nagy formákat keresem, akkor ez a forma, ez a nagy forma, ez sötétebb, mint a körülötte lévő formák. Tehát ez az, amit észre kell venni, ez egy sötétebb. Vagy hogyha mindig ugyanabban nézem, akkor azt látom, hogy itt is van egy forma, ami meg egész ilyen narancsos árnyalata van, és ilyen egybefüggő, jobban elkülönül a többi részétől, a többi résztől. Ugye ennek is van itt egy ilyen sötétebb része, a teteje, ami világosabb. Ugye ez a forma, meg ez a sötét forma között itt van egy, kialakult egy ilyen zöldes forma. Látod? Igen. És ugye ez a forma, ami meg itt kialakult, ez. Ez is egy ilyen egyszínű. Ez is. Itt van egy ilyen narancsosabb terület, ez. Megint van egy sötét rész. Itt van egy ilyen háromszög alakú sötét rész. Ugye ez itt megint egy világos terület. Ugye ezen a háromszögön túl, mert itt van megint egy olyan forma, ami ezektől a formáktól világosabbnak kell lenni. De hogyha még kunyorogva nézem, akkor még az is látszik, hogy ezen belül is vannak még eltérések. De ez a rész egy sötétebb terület, mint ez a rész, ami itt van, ez egy világosabb terület. Ugye itt is látom azt, hogy ez egy még világosabb terület. Sőt, hogyha tovább megyek, és ezt a formát nézem, akkor itt a legvilágosabb része az egész képnek. Jó, tehát ami ennél a második fázisnál fontos, az, hogy hunyorogva nézd a képet, és hogy próbáld észrevenni ezeket az egybefüggő formákat, mert ezeket a formákat kell majd megfigyelned és megfestened. Én annyit könnyítettem már, hogy az egész képen én megrajzoltam már ezeket az egyszínű formákat, és amit itt látsz, filccel megrajzolva, ezt le tudod tölteni a film mellől, és majd amit itt látsz filccel megrajzolva, ezt kell majd átmásolni a vászonra is, mert ezek a előrajzok fognak segíteni abba, hogy melyik színű formát hova tegyed. És akkor ezt majd le fogod tudni tölteni, a következő részben pedig azt mutatom meg, hogy ezt hogyan tudod lemásolni, átrakni a vászonra, anélkül, hogy bármilyen rajztudásod lenne.